A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Magyar lelátó. A magyar sportélet más lelátószögből. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, önök a Magyar Lelátó sportmagazint hallják. Mai vendégünk egy kétszeres magyar bajnok labdarúgó edző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a hazai edzőképzés egykori vezetője, Mezei György. Tisztelettel köszöntöm Önt a Magyar Lelátóban. Jó napot kívánok! Mit érdemes most tudni arról, hogy mit csinál mostanában, hogy egy kicsit így eltűnt úgymond a látókörünkből? Ez egyáltalán mennyire tudatos eltűnés? Fenn vagyok a korban, illik egy kicsit visszavenni a gázpedálból. Most a nemzetközi szintű ismeretekkel foglalkozom, amit a barátaimon keresztül az UEFA-ban, akikkel együtt dolgozom, azokon keresztül tartjuk a kapcsolatot. És az, hogy tulajdonképpen a magyar bajnokságban, magyar labdarúgó bajnokságban nem dolgozik, ez egy kényszer szünet, vagy már egy nem vágyik vissza a kispadra? Jó kérdés, nem kényszerszület, de hát tisztelni kell a saját magamnak a koromat, nem kispadra való vagyok egészen, még egy kicsit bírtam volna, de hát úgy gondolták, hogy tűnjek el, azóta sincs eredmény ott, ahol legutoljára bajnokságot nyertem. És ezzel kapcsolatos egy hallgatói kérdés, ha megengedi, akkor már így a beszélgetés elején előnék egyet. Endrédi Dániel írta nekünk, hogy kedves magyar lelátó, a következőt szeretném megkérdezni Mezei Györgytől. A Videótonnál az utóbbi gyenge szereplés miatt lehetséges, hogy José Gomest hamarosan meneszteni fogják. Ha esetleg felajánlanák önnek, hogy ismét a Videóton vezető edzője legyen, elfogadná? S ha nem, akkor miért nem? Teljesen egyértelmű a véleményem. Nem. Azt, hogy miért nem, azt nem szeretném megosztani a nyilvánosság. Világos. Annyit azért még lehet beszélni erről a témáról, hogy ez ezek szerint még mindig egy fájósebb, ahogy önnel idézőjelve elbántak, tehát nem hosszabbítottak szerződés, miután bajnokcsapatot csinált a Videótonnál. Hát finom fogalmazás, hogy fájósebb. Ez a futballedzők életével lehet. Én ezt tudomásul is vettem, korrektül elváltam a klubtól. Azt azonban nagyon fájlalom, ami történik mostanában. Egy remek, elsősorban magyarokra támaszkodó bajnokcsapatot csináltunk. 5 válogatottat adtunk, ennek a csapatnak még legalább 3-5 évig bajnokságot kellett volna nyerni Magyarországon, most pedig erős második, bár mostanában még ez sem lehet elmondani. Igen, az egy érdekes kérdés, ez mindig szóba kerül Magyarországon, a légiósoknak a szerepeltetése, hogy nem feltétlen minőségi légiósok érkeznek. Ez akkor nyilvánvalóan önt is bántja, és nem csak a Videótonnál, hanem úgy unblock az egész magyar labdarúgást illetően. Igen, ez kikerülhetetlen, a nemzetközi futballvilág, kozmopolita futballvilág lett, itt nem lehet csak saját belső erőkre építeni, bár amit Magyarországon csinálnak, annál jobban lehetne. Mennyire tartja a kapcsolatot annak a bajnokcsapatnak a tagjaival, amelyről beszélgettünk, a Videótonnak a legutóbbi bajnokcsapatának a tagjaival, vagy mondta 5 válogatott játékost adtak akkor még? Van 2-3, akikkel rendszeresen kapcsolatot tartok, a többit pedig, ha találkozom baráti öleléssel, üdvözlöm. Ön milyen fajta edző egyébként? Erről is majd később szeretnék beszélni részletesen, de olyan, aki közel engedi magához a játékosokat, vagy megtartja a 3 lépés távolságot velük, és inkább egy ilyen, a dottóra nevet nem véletlenül ragasztották, mire gondolom, tehát aki tényleg megtartja a távolságot, és messziről nézi a játékosokat, és nem engedi hozzá közel önhöz. Kicsit finom műsor ez, de azért arra reagálnék, aki a dottóra nevezetű címet adta, az hülye, nem tudok más mondani. Ugyanis van doktori címen valóban, kandidátusi címem is, de mindezt azért csináltam, PhD-m van, mindezt azért csináltam, hogy a futballistákkal, akikkel foglalkozom, precízebben, pontosabban tudjak foglalkozni, és nem címhalmozásért csináltam, és soha nem is használtam, tehát valaki szórakozik gúnyból, ezt rám akasztotta, legyen az ő gondja és baja. Milyen edző vagyok? A távolságtartást nem szeretem, de azt követelem, hogy szemben velem megadják mindig a tiszteletet. Akitől úgy éreztem, hogy a pedagógiai hatásomon kívül esik, attól azonnal megváltam. Továbbra is Mezei Györggyel beszélgetünk itt a Magyar Lelátóban. Szintén ehhez kapcsolódik egy olvasói kérdés, mégpedig így szól, hogy milyen sikertől vagy kudarctól tanulta a legtöbbet, és mit tanult ezekből? Jó és érdekes kérdés, de egy futballedző nem csak a sikerekből meg a kudarcokból tanul, mert a siker és a kudarc az egyforma két rongyos csaló, hogy egy versidézetet idézek, kedvenc versidézetem. Minden nap nincs olyan, hogy ne tanuljon valamit az ember. Egyszerűen lehetetlen végigvezetni egy edzést, hogy meggazdagodjon valamivel, úgyhogy ha választani lehetne az öreg edzőt, én mindig előnyben részesíteném, de sajnos annak meg vannak határai.
kor határai, úgyhogy a tapasztalat az óriási dolog a mi életünkben. Ugyebár önöknél, sportolóknál, illetve akik a sportban dolgozik, mindig is azt hiszem, hogy csodáltal nézik az emberek, hogy milyen sikerrel tudnak egy-egy kudarcból felkelni. Ez akár egy olimpiai bajnok sportoló esetében is, így már egy labdarúgónál is, hiszen szinte nincs olyan labdarúgó, akinek mondjuk egy sérülés ne jönne közben, szinte nincs olyan edző, akinek kapna egyszer 6 gól. Mennyire nehéz ilyenkor felállni ezekből a kiütésekből? A mindennapok életünkhöz hozzátartozik a vereség-győzelem. Véleményem szerint, és én így is éltem, nekem a kuvaiti bajnokság, amelyet megnyertem ottani arab csapatommal, ezt elfelejtettük említeni, általában ezzel nem foglalkoznak, vagy akár a világbajnoki bejutás az egyforma jó érzéssel töltött el, és minden vereség, még a barátságos mérkőzéseken is elszenvedett vereség, ha annak szakmai indoka nem lehetett, rettenetes fájdalommal jár. Aki ezt tagadja az edző kollégák közül, az nem őszinte önmagához. Ön egyébként mire fektette a legnagyobb hangsúlyt edzőként? Mi volt az, ami a legtöbbet hozzá tudott adni? Gondolok elsősorban arra, hogy van olyan edző, például Bruckner László, akiről lehet tudni, hogy egy pszichológus is egyben, de vannak olyanok, akik kizárólag szakmai téren mennek előre a munkában. Ön milyen edző volt, de nem akarom múlt időben mondani, milyen edző ön? Na, nagyon jó kérdés, mert erről nagyon sokat lehetne beszélni, ugyanis mostanában egyre inkább feltűnnek szakembereknek mondott illetők, akik soha se futballistaként, se edzőként eredmény nem értek el, de olyan magabiztos hangvétellel beszélnek a futballról, hogy hogy kéne csinálni, meg ki mit rontott el, hogy hallgatni is szinte lehetetlen. Megítélésem szerint a edző, aki nem a magyar tradíciókra támaszkodik, az nem magyar edző Magyarországon. Látszik a külföldiek szenvedését, akik ide jönnek. Én a magyar tradíciókra alapoztam, edzőim is játékosként nagy menők voltak, Hidegkuti Nándortól Lázár Gyurán keresztül Csordás Lajosig bezárólag, sőt Kovács Ferenc is. Ezektől lestem el a szakma alapvető dolgait, képeztem magam, de a magyar futball intelligencia alapja az, hogy a futballista tudjon a futballal, a játékkal, a labdával mit kezdeni. Az a futballista, aki zavarba jön az első szorosabb helyzetben, az rosszul képzett futballista. Nem önbizalom, meg nem pszichológia kérdése, hanem futballtudás. Játékkészség, technika, ez az alapja a futballnak. Tehát akkor ön szerint, ha jól veszem ki a szavaiból, egy külföldi edző a magyar bajnokságban nem nagyon fog sikert elérni a továbbiakban sem? Nem, ezt én nem mondtam, és most sem állítom, csak nem birkóznak avval a helyzettel, hogy ennek a magyar futballnak egy óriási futballkultúrája van, amelyet, ha nem itt nevelkedik valaki, nagyon nehéz. Ez nem egy Manchester City, vagy nem egy Chelsea, ez egy sajátos magyar futballvilág óriási tradíciókkal, hiszen Puskás elődjeitől, Sárosiéktól, Slosszeréktől épült a magyar futball, hogy a későbbieket ne is említsem. Aki ezeket nem ismeri, és aki ezeket nem tudja igazából a gyakorlatban alkalmazni, az nem tud Magyarországon eredményt érni. Továbbra is Mezői Györgyel beszélgetünk itt a Magyar Lelátóban. A hanghibáért szíves elnézéseket kérjük. Újabb generáció nőtt fel ugyebár 1986 óta, Irapuato óta, én is ebbe a generációba tartozom, és gyakorlatilag én megnéztem az ön életrajzát részletesen. Főleg a 86-os előtti időszakot sikerre halmozott, úgy jutottunk ki a 86-os világbajnokságra, de mégis az emberek emlékezetében a 86-os szovjetek elleni 6-0 miatt, finoman fogalmazva, a hírneve kétesnek maradt fönn. Lehet mondani, hogy azon az egyetlen mérkőzésen múlott az, hogy Mezei György nem feltétlen sikeredzőként vonult be, vagy teljesen 100%-os sikeredzőként vonult be a magyar futball történelmébe? Helyzet nagyon érdekes témát vett fel. Magyarországon annak van ilyen vagy olyan értéke, tekintélye és sikere vagy sikertelenséget, akit a média így vagy úgy feldob vagy letapos. Ez a mostani helyzetre, vagy az én helyzetemre is igaz. Az egy szakmai bukás volt, ami minden edző életében előfordul, de ebből az igazán a média csinálta mai napig is egy olyan kavalkádot, amiből nagyon nehéz kijönni. Nagyon érdekes, amit mond. Nemrég beszélgettem egy újságíróval, aki az Egervári Sándor és Lothar Matthäus közötti kapcsolatot elemezte nekem, mégpedig olyan szempontból, hogy Lothar Matthäus mindenki nagyon szerette, hiába volt negyedik, ötödik a magyar válogatott, ennek ellenére olyan marketingje volt, hogy így fogalmazom, hogy tényleg sokan még most is szívesen látnák a kispadunkon, és az az Egervári Sándor, aki valóban, és természetesen sok hibát vétett, de legyőzte a törököket, a svédeket, Isztambulban döntetlent ért el, tehát hogy őt viszont mindenki a fenébe küldte el,
és valószínűleg ő szerinte, az újságíró szerint azért, mert hogy a személyes kommunikációja csapnivaló volt. Ezzel egyetért? Nem, teljes mértékben nem. Mateusz az egy ilyen alkatú ember, jól ismerem, nagyon közel állt hozzám, amikor itt dolgozott Magyarországon. Ő egy igazi médiamen, nagyon jó kapcsolatai vannak a német médiával is. Mégsem tudott produkálni semmit a futballedzői pályáján, és nagyon nehéz objektíven megítélni így az ő munkásságát. Mi térjünk vissza a megengedett pillanatra, egy kérdés erejéig Irapuátóra. Ön, ugye hát a magyarok azok olyanok, hogy mi olyanok vagyunk, hogy nagyon szeretjük az összeesküvés elméleteket, ez az egész történelmünkre igaz. Ön abban egészen biztos, hogy azzal a mérkőzéssel kapcsolatban minden információt tud? Tehát arra akarok célozni, hogy ön szerint nem történtek a háta mögött olyan események, amelyek esetleg a vereséghez vezettek? A vereséghez az vezetett, hogy a 3 éves sikeres csapatjátékunk, amelyik egy előre mozgó, letámadó védekezés volt, csődöt mondott 2-0 után, ugyanazt folytattuk, szépen kinyíltuk, 9-lesre ment a szovjet válogatott előre mozgó védelemmel szembe, és ezt én sem tudtam megállítani. Fél időben meg már én is azon voltam, hogy hát azért javítsunk valamit a góralányon, ez is nagy hiba volt, jöttek a további gólok. Ez egy egyszerű szakmai bukás volt, természetesen a média ezt is másképpen tálalta a közönségnek, ők pedig szegény áldozatok, már nem tudok más mondani, a légből kapott hírekből aztán csináltak történelmet, ennek iszom a levét, és ezt kell magyarázkodnom most is, azt még senki nem kérdezte meg, hogy hogy lett ebből a magyar futballba világ első, illetve Európa első, vagy hogy nyertem bajnokságot a Videótonnal ott, ahol senki nem tudott, és így tovább, és így tovább. Legyen a partnerünk, hirdessen nálunk, vagy támogasson bennünket. 12 rádió szerte az országban, több mint 100 000 hallgató. Érdeklődni a hirdetés@magyarlelato.hu címen, vagy a 0620 2250-es telefonszámon lehet. Várjuk jelentkezését! Pontosan erre akartam célozni egyébként még az előző kérdésemnél, amikor azt kérdeztem, hogy egy mérkőzésen múlott-e a szakmai megítélése, de akkor viszont én megkérdezem, én leszek az első újságíró, hogy elmondhassam ezt. Hogy tudta a világranglista első helyére vezetni a magyar válogatottat? Azért ez egy érdekes dolog, főleg annak fényében, hogy 1986 óta semmilyen eseményre nem tudunk kijutni, 85-ben pedig még a világranglistát vezettük. Talán azért teljesíteni kell, és vitteni kell, mert nem a világranglistán csak másodikig jutottam el, de Európában első. Ja, igen, így van. Voltunk. Így van. Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása egy nagyon hosszú időt igénylő alapos beszélgetés témája lehetne. Így egy elnézést kérek, egyszerű szép kis interjúban, nagyon nehéz erről beszélni. A világ teljesen megváltozott, a magyar futball kultúra, amit a Puskásék is tömegével a játék építettek, zseniális futballistákat nevelt ez a kultúra. Ez a rendszerváltással, a politikai váltással, a gazdasági helyzet megváltozásával eltűnt, meg fenek lett, nincs tovább. Egy új kultúrát kellene építeni, ezt próbálgatják most. A szövetség új vezetése és elődeik is próbálgatták. Ez nem könnyű ebben az új világban, teljesen máshogy kell a futballt építeni. Ez nyugaton már sikerült, nálunk még nem. De az az álom, hogy Puskásékhoz hasonló, de akár Nyilasékhoz, Détáriékhoz hasonló csapatunk legyen, ez irreális. Ez az ország, ezek között a gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális viszonyok között ezt nem tudja újra produkálni, bár célja nyilvánvalóan mindenkinek ez, de hát a földön kellene maradni. Ebben az országban, ahol emberemlékezet óta, sőt az ország fennállása óta, ennyit nem tett egy kormány sem ezért a nemzetért, mint a mostani, mégis rengeteg ellendrukker van, rengeteg hőbörgő van, mocskolódó van, akkor mi legyen egy futballedző sorsa, ha egyszer kikap, természetes jelenség Magyarországon. Ez is egy magyar kultúrához tartozik. Említette a kormányzati törekvéseket, amelyet most a sportpolitikára folytatnám, hogyha megengedi, mégpedig a stadion beruházásokra. Mikor lesz ön szerint ezeknek a beruházásoknak látható eredménye? És most nem arra értem, hogy kinő a földbe a stadion természetesen, hanem szakmai eredményekre gondolok. Itt az a baj, hogy a futball egy türelmes építőmunkára épül. Csak egy példát mondok, ugye most az edzőképzést keresztbe kasul szidják, mert most erre kell valamit ráfogni.
Önben a UEFA diploma kiadási jogának elnyerése óta 5-en vezették az edzőképzést Magyarországon. UEFA nem is érti ezt a kapkodást és ezt a türelmetlenséget. Ugyanígy van ez minden intézkedéssel, a stadion programoktól kezdve minden más adó lehetőségek kihasználásával. Az a baj, hogy nagyon nagy szüksége van a futballt középpontba állítani. Még a mai világban is sok figyelem elterelő lehetőség van benne, és ez sajnos a sportágnak nem használ. Ennek türelem, szerény belátás, és ezek a önmaguk a Jenny-nek kikiáltó emberek, akik semmit nem produkáltak a futballba, ezeknek vissza kellene húzódni háttérbe, mert segíteni nem tudnak, csak ártani. Ha jól sejtem, akkor Ferenc Attilát is ezek közé tartja. Nem, erről nem kívánok beszélni. Jó, bocsánat, a hallgatóknak egyetlen mondat erre elmondom, viszont ha megengedi, egyetlen mondatot. Ferenc Attila volt a Magyar Lelátónak a vendége 2 hete, ő magát egy tradíciókutatónak mondja. Nekünk adott interjújában azt mondta, hogy a mezei garnitúra, bocsánat a kifejezésért, tehető felelőssé ő szerint a magyar futball hanyatlásának az elindításáért. Erre akartam rákérdezni, de akkor én tiszteletben tartom, hogyha ön erről nem kíván beszélni. Én értékes embernek tartom magam, értékesebbnek tartom magam, hogy olyan emberekkel Baróti Lajos bácsi tanított engem meg, és én ezt tartom magam, akik se játékosként, se edzőként semmit nem produkálnak, ne álljak vitázni, mert nincs értelme. Azokat nem érdekli a szakmai tény, mert nem is értik. Azok minden áron szerepelni akarnak, mutogatni magukat, hogy valahova hívják már, hogy elmondhassa maga okoskodását. Ennyi erről a témáról. Ön hogyan éli meg ezeket a kritikákat, és bocsánat a kifejezésért, hogy sokan keresztre feszítik? Én a másik oldalt nézem, gyerekkoromtól kezdve, kezdő edzőig, amikor törőcsikékkel kezdtem el dolgozni, ifistaként már ők azok voltak. Annyi csodálatos futballista és élményért, hogy engem ez éltet. Engem őszintén megmondva ezek az alaptalan össze-vissza szövegelések, amit elmondtam a mai kormány kapcsolatban is, ezek nem érdekelnek. Valakinek a szavára, akinek a véleményét tiszteletbe tartom, komoly szakemberekkel állok kapcsolatban. A többi önmaga mutogató, feltűnni vágyó, az nem az én világ. Továbbra is elnézéseket szeretném kérni a hanghibáért. Egy edző, mégpedig a Paks vezető edzője, Csertoja úrja nemrég azt nyilatkozta, hogy idézőjelben mondom, én is tudnék edzést vezényelni a Barcelonának, tehát természetesen nem én, hanem Csertoja úrél, és ezzel a magyar edzőket akarta megvédeni, és az edzőképzést. Ezt ön is így látja? Tehát, hogy vannak olyan jó magyar edzők, akik tényleg mondjuk egy Barcelona szintű csapatnál meg tudnák állni a helyüket? Talán beszéljünk az edzőképzésről. A magyar edzőképzés, az UEFA edzőképzés szerves része, ott nem lehet alapvető hibákat elkövetni, mert alapvető hibák esetén az UEFA kizárná a diplomás kiadási jogból a Magyar Labdarúgó Szövetséget. Akik erről beszélnek, azok általában nem ismerik ezt a rendszert. A világ Európa legjobb szakemberei ellenőriztik, építették fel a mi edzőképzési rendszerünket. Az elején a németek, Gerő Bizánc, Erik Rotermiller, később a hollandok, angolok, írek, szinte minden valamire való szakember járt Magyarországon a magyar edzőképzést ellenőrizni. Én magam is jártam 26 országban, rekord az UEFA technikai feltételeket teljesítő emberek előtt, és ilyen nagyon tévutakra nem lehet térni az edzőképzésben. De akkor viszont is bocsánat a nyers kérdésért, de akkor az alapanyaggal van a gond? Tehát, vagy a mentális probléma van az edzőkkel? Ahogy mondtam, a futballkultúra teljesen elveszett. Az a futballkultúra, amin még a nyilasék, törőcsikék elődeik, a nagyon nagy menők Puskáséktól Sárosi doktorig, Soszerig visszanyúlva mondhatjuk. Ez elveszett, ez a futballkultúra. Egy megváltozott világ van, amiről az előbb beszéltem. Ennek egy teljesen új alapon szervezendő futballkultúrát kellene adni. Ezt nem tudta a Magyarország egyelőre produkálni, bár minden jó szándék megvan azokban, akik ezért tehetnek. Ez egy nagyon érdekes témakör. Ön szerint hogy lehetne újra teremteni ezt a kultúrát? Ugye úgy, hogy a hallgatók is értsék. A hallgatók értik a legjobban. Hát a saját gyerekeiket nézzék meg. Reggeltől estig a számítógépen ülnek, vagy a mobiltelefonok fülükön van. Az, hogy elrohannak, a papa elviszi őket egy egyórás edzés, az náluk egy, azt lehet mondani, hogy pótcselekvés. Puskásiknak, Nyilasiéknak, Détáriéknak az élete volt arra, hogy az, hogy edzésre mehettek, és ott élték ki a napjaikat. Ez egy természetes folyamat a világnak, ebben kell megtalálni az új futballkultúra lehetőségeit, annak kiépítését Magyarországon. Azért érdekes, amit mond, mert
bennem, mint aki tényleg nem ért a labdarúgáshoz, felmerül, hogy mondjuk Németországban is ugyanúgy számítógépet lögdösik az emberek, vagy a gyerekek a telefont ugyanúgy pötyögik, és mégis láthatjuk, hogy milyen generációk nőnek fel a német labdarúgásban a mai napig. Tehát ha jól értem, akkor azt mondja, hogy nem csak a futballkultúrával van a gond, hanem társadalmi morális kérdés az, hogy a magyar labdarúgás képtelen fejlődni. Mondok erre egy ellenpéldát Németországban. Másfél éve jártam Dortmundban egy hivatalos küldetésben. A Dortmund és a Schalke 04 teljes létesítményeit és munkaprogramját sikerült megfigyelnem. Dortmundban ráadásul egy olyan tesztpálya is van, amelyet mi építettünk felcsúton. Mondták a tisztelt úri emberek, akik vezetik a klub utánpótlását és a klubok gazdasági életét, hogy 4 évre előre a Dortmundban minden bajnoki mérkőzése, minden jegy el van adva. Hát kérem szépen, ez a futballkultúra. Itt nem a gyerek komputerezéséről van alapvetően szó, hanem az, hogy egy ilyen csodálatos világban a gyereknek nem is lehet más célja, akinek van egy kis érzéke a futballhoz, csak az, hogy futballista legyen. Igen, azt hiszem kezdem megérteni, amit mond, de viszont akkor azt... Bonyolultam fogalmam. Nem. Szerintem maga a témakör bonyolult, de viszont nagyon érdekes, és kevés emberrel tudtunk erről így beszélni. Nem bonyolult, egyáltalán nem bonyolult. Bonyolultá azok teszik, akik itt állandóan ködösítenek és zavart keltenek, össze-vissza beszélnek. Na most az pedig, hogy egy futballvezető minden területen tisztában legyen mindennel, az nem várható el. Hát természetes, hogy a súgók, a keresztbetevők óriási lehetőséggel bírnak Magyarországon. Akár politikáról van szó, akár sportról, akár gazdaságról, akár miről. Ez a magyar kultúrának egy ilyen része. Nem egy pozitív valami, de tudomásul kell venni, hogy milyen világban élünk. Ilyen körülmények között tisztán nagyon nehezen fogják kibogozni a sikeres futballnak az alapjait. Hogy mondjam, nem a legpozitívabb vége lett a beszélgetésünknek, de egyébként még egy kérdés, ha megenged, akkor még azt feltenném gyorsan, és a kollégától is elnézést kérek, mert lejárt a műsoridőnk. Az jutott eszembe, mondta, hogy ugye Dortmund 4 évre előre eladnak minden jegyet. De hogyha egy magyar... Ezen kérem be is a Schalke. De hogy így is a Schalke 04-nél is. De mindegyik német csapatnál majdnem, szóval nem igen, mindegyik. Ez így van. De hogyha egy magyar gyerek mondjuk kimegy a mérkőzésre, egy magyar labdarúgó bajnoki mérkőzésre, akkor nem tudja eldönteni, hogy a védő azért rúgott luftot, mert tehetségtelen, vagy azért, mert kapott érte 10 000 eurót mondjuk egy szerb maffia embertől, tehát érti, mire gondolok, a bundára akarok kihegyezni, tehát hogy, és ezért gondolom én, hogy azért itt egy komoly morális válság van, és mondjuk a Bundesliga-ban ez valószínűleg elképzelhetetlen. Más terület, erről mások illetékesebbek nyilatkoznak. Én csak annyit mondok szakemberként, ugye rengeteg nemzetközi mérkőzést láttam. Nézhetetlen meccseken is telt házak vannak. Futballkultúra, újra mondom. A futballt kell szeretni, a csapatot kell szeretni, a csapatot kell imádni. Hát aki Dortmundban hallott már szurkolni dortmundiakat, illetve a helyieket, hát azt mondja, hogy sírva akad a meghatottságtól. Ez a futballkultúra, ez a rossz meccseket is elviszi, mert aztán jönnek a jók is. Magyarországon ez lehetetlenség. Jól sejtem a hangjából, hogy ön ezt megpróbált, ezt a futballkultúrát valahogy elindítani és feladta? Nem, hát én egy kis ember voltam, hát én egy edző voltam, én annak tartom magam, én azért feleltem alapvetően, hogy ki legyen a balszésű. Ez igen, ezt vállalom, ezért mindig én feleltem, mert ha ezt próbálták rám erőltetni, hogy ne az legyen, akkor én onnan felálltam. De a futballnak a gazdasági, politikai, egyéb hátterét nem nagyon volt alkalmam igazából irányítani, vagy beleszólni. Véleményt elmondtam, amire legtöbbször csak intettek. De ez így van mindenütt. A szakember az csak a kispadon okoskodhat, a mögötte tök magas gabálók pedig figyelnek. Ez így van rendjén, ez ilyen az életünk. Hát nem akármilyen befejezés. Nagyon szépen köszönöm, Mezei úr, hogy a rendelkezésünkre állt. Tényleg hálásan köszönöm. Nagyon szívesen, viszont hallás. Kedves hallgatóink, én valamennyi munkatársam Havasi Zsolt, Csányi Árpád, Marosvári Dániel és Puskás Balázs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor főszerkesztőjét, Marti Zoltánt hallották. Találkozunk jövő héten, ugyanitt, ugyanebben az időpontban. A viszonthallásra, viszontlátásra. Magyar lelátó. A magyar sportélet más lelátószögből. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.